A túlsúlyos tehergépkocsik fokozott baleseti kockázatot jelentenek a forgalomban. A közúti balesetek számának visszaszorítása érdekében a rendőrség ma a teherszállítókat ellenőrizte. Románia is csatlakozott ahhoz a nemzetközi közlekedésrendészeti akcióhoz, amely európai szinten foganatosítja, hogy 2010 és 2020 között 50%-kal kell csökkenteni a közúti balesetek számát. A Maros megyei közlekedési rendőrök a közúti szállítást ellenőrző állami felügyelőkkel az úttest szélére intik a teherszállító járművek vezetőit. A megnövekedett fékút és a nehezebb kormányozhatóság miatt ugyanis ezen autók esetében lényegesen megnő a baleset kockázata. Az akció célja csökkenteni az olyan közúti balesetek számát, amelyek a 3,5 tonnánál nagyobb súlyú teherszállító járművek vezetőinek hibájából következnek be. Ellenőrizzük a szállítmányt igazoló dokumentumokat, megszondázzuk az összes gépjármű vezetőt, és megvizsgáljuk, hogy betartják a pihenési, illetve vezetési időket vagy sem. A szondázás után egyébként a gépjármű kötelező felelősségbiztosítását és a műszaki vizsgáját igazoló iratokat is elkérik a rendőrök. A teherszállítók szerint az ilyen jellegű akcióknak nyomós oka van. Nagyon jó kezdeményezés, megnézzük, hogy betartjuk a programot vagy sem, és azt is, hogy vannak a közúti közlekedés nehezítő gondok. A saját és a gyalogosok biztonságáért is fontos ez. A Maros megyei közlekedési rendőrség szerint a fokozott ellenőrzéseknek pozitív hozadéka is van. Rendkívüli statisztika például az, hogy a megyében idén egyetlen közúti baleset sem következett be, kizárólag a teherszállítók hibájából, hangsúlyozta Pop Johan főfelügyelő.